Vadász Zsoltnak, a Trabantos világutazónak a szervezésében július 12-e és 14-e között tartották meg az Autós Világutazó Klub találkozóját, mely egy verseny is volt egyúttal, Szihalom-Kisköre-Szarvaskő útvonalon. Az esemény része volt Nagy Bendegúz Lóránd kerekesszékes világutazó előadása, aki afrikai úti élményeiről tartott beszámolót. A világutazóval a Fehér Amur étterem mellett beszélgetett munkatársunk. Nagy Bendegúzt, az Autós Világutazók találkozójának egyik szervezőjét köszöntöm itt Tiszafüreden, pontosabban a Amur vendéglő mellett. Köszöntöm Önt a Phoenix Televízió nevében is, és kérem, hogy egy kicsit mutatkozzon be nekünk, mert Vadász Zsolttól, a másik szervezőtől már hallottunk Önről, de igazán nem ismerjük mi itt Füreden. Tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket. Nagyon szép a Tisza parton itt a mai kora délután, vagy kora délelőtt alkalmával. Ez egy új kezdeményező gyakorlatilag, ez az Autós Világutazók klubja. Van egy internetes csoport, ahol a Autós Világutazók jó magam is regisztráltunk régebben, és akkor követjük egymást, információkat osztunk meg, és segítjük egymást a lehetséges módon. És most ez az első ilyen face-to-face-el, szemtől-szembe találkozás, ahol valóban ezt a Vadász Zsolt szervezte, Szihalomról indul, vagy a Zsórifürdőtől. Ez egy játékos vetélkedő, ami nem egy igazi verseny. Azért van on-road meg off-road, tehát jöttek terepjárósok is, nagyon komoly terepjárókkal, hatalmas Land Roverekkel, meg egyéb terepjárókkal is, és jöttek teljesen átlagos személyautókkal, mindenki kapott egy itinert, egy hatalmas nagy térképet, és az a lényeg, hogy 6 óra alatt meg kell keresni őket csomó érdekes pontot a Bükk-hegységben és itt a Tiszató környékén, ezeket meg kell keresniük, és a lehető legrövidebb útat kell bejárniuk, tehát a kilométer számít, nem a megtett idő, és madarakat lehet fényképezni, a madarak lefényképezésért pontokat kapnak a résztvevők. Ez egy ilyen barátságos csapat építő program, van, aki családosul a gyerekekkel, és ez az első ilyen megmozdulásunk. Világutazókról beszélünk, és ha jól tudom, akkor Önt egyébként is az utazás maga nagyon leköti, hiszen itt Magyarországon nem feltétlenül érzi 100%-osan magát. Miért kezdte el az utazást? Hát a mi családunk eleve Erdélyből származott, és egy utazós család voltunk, a szüleimmel, bár autónk nem volt, de pont ezért lehet, hogy sokkal többet utaztunk, mint mások, vonattal mindenféle egyéb eszközzel, és később én kerekesszékbe kerültem, volt egy balesetem ezelőtt 27 évvel, és aztán olyan a 10 pár évvel ezelőtt gondoltam arra, hogy lehet-e kerekesszékkel is utazni, és elindultam egyedül a világba, először hátizsákkal, repülőgépes stoppal, mindenféle eszközökkel, és aztán vettem egy terepjárót 2007-ben, először elmentem Afrikába, és most, tehát rengeteget utazom, legalább 100 országban jártam már eddig, például most tavasszal értem vissza Nyugat-Afrikából, 4 hónapig voltam kint, 8. alkalommal Afrikába, nagyon sokat, nagyon szeretem Afrikát, Afrika az kétféleképpen hozzáállni, az ember kimegy és soha többet nem megy, nem teszi be a lábát, vagy kimegy és beleszeret, és ugyetem beleszeret és gyűlöli, mint egy szerelem igazából, és akkor egyfolytában visszajár. Tehát annyira különleges, annyira más, mint az európai kultúra minden szempontból. 54 ország van Afrikában, országonként is elképesztő a kulturális gazdagság. És tehát én autóval szeretek most már menni, legutóbb is 4 hónapig voltam, tehát kihajózom Génovából, kihajózom Tánzserbe, az 56 órás komput a tengeren át, 2 éjszakát alszunk a kompon, és utána megérkezem Marokkóba, és például most legutóbb úgy volt, hogy Marokkó, Nyugat-Szahara, Mauritánia, Szenegál, Gambia, Bissau, Guinea, és utána visszafordultam, tehát egy ilyen hosszabb utat tettem meg. Nagyon hosszúnak tűnik, és lehet, hogy túl laikus a kérdés, de azért természetes, hogy ez is pénzbe kerül. És hogyan lehet erre megteremteni a anyagi feltételt, az anyagi hátteret, hiszen gondolom, hogy maga az, amikor akár a kompal közlekedik, ugye az sem kevésbe kerül, és utána pedig az autót mozgatni. Ennek a hátterét hogyan tudja előteremteni? Hát munkával természetesen nekem nincsenek támogatóim. Tavaly nyertem egy Julianus ösztöndíjat, egy filmes ösztöndíjat, azzal elmentem Közép-Ázsiába hátizsákkal, tehát általában az útjaimat magam finanszírozom, de ezek az utak nem drágák, tehát hogy értsék, hogy miről beszélünk, ha mondjuk bárki önök közül elmegy Mexikóba egy hétre,
az annyiba kerül, mint nekem három hónap vagy hat hónap Latin-Amerikába. Tehát abban az összegből, abban pénzben, amivel egy átlagos turista, aki nyilván még nem vágott neki a világnak hátizsákkal, eltölt egy vagy két hetet egy kiemelt, nagyon távoli nyaralóhelyen, például Mauritius-szigeten, vagy Seychelles-szigeten, vagy Mexikóba, én abból körbejárom a földet gyakorlatilag. Tehát itthon tartózkodni, hogyha nem autóval megyek, akkor itthon tartózkodni sokkal drágább, mint utazni. Ez abszurdum, úgyis mondhatnám, hogy ha utazok, akkor spórolok. Autóval persze egy másik kérdés, mert autót ugye tankolni kell, meg alapvetően szerelni is kell, hogyha baja van. Még ez a kocsi szerencsére nem romlik el, ez egy nagyon régi japán, kis japán terepjáró, de egyszerűen nem romlik el. Összetöröm néha, de magától nem romlik el. Mondjuk Afrikában nem olcsó az üzemanyag, tehát hogyha Afrikában vagyok, akkor felkészülök arra, hogy nagyjából a magyar árnak kétharmada az üzemanyag, fele kétharmada, néha annyi, mint nálunk, de Ázsiában például Ukrajnától, Oroszországon keresztül, az isztánokon keresztül annyira olcsó minden, hogy tényleg autóval is sokkal olcsóbb ott lenni, mint itt. Arra mondok egy példát, tavaly egy hónapig voltam Közép-Ázsiában, konkrétan Kazakisztán és Kirgizisztánban, egy hónap alatt $300 költöttem, úgyhogy kétszer körbejártam a két országot. Jó, persze volt egy barátom, aki néha segített, de nem pénzzel, csak szálláshelyen meg autóbérléssel. Tehát gondolják bele, hogy $300 $80,000 egy hónapig el voltam egy távoli célhelyen. Mennyire nomád ez az élet egyébként, hogyan képzeljük el, mert gondolom azért némileg előszervezést is igényel, hogy mely helyeket akarjon meglátogatni, és esetleg ott felvenni emberekkel kapcsolatot, de mennyire kötetlen, amikor egy-egy ilyen utat tervez? Én semmit nem szervezek, csak a kontinens jelölöm ki, hogy éppen hova szeretnék menni, vagy egy nagyobb régiót, ami Közép-Ázsia, Dél-Kelet-Ázsia, vagy Nyugat-Afrika. Égvilágon semmit. Nem is érdemes szervezni, mert tehát alapvetően a nap 24 órából áll, amikor elfelel az ember, megáll, hogyha beesteledik, leestedik, akkor félrehúzódik és alszik egyet. Én sosem szálláshelyen alszom, mindig kínálszom a természet, vagy az autóban. Tehát viszek magammal a kempingágyat, kirekom, felfújom a kis matracomat, bebújok a hálózsákba, reggel a nap felébreszt, tehát ez egy ilyen teljesen nomád, ugye autós, de nomád túra, egy időn megyek mindig, gyakorlatilag nincs segítőm, innen nem viszek segítőt itthonról. A barátom nagy része vagy családot vállal, családjuk van, gyerekeik vannak, dolgoznak, nem érnek rá, vagy pénzük nincs, de leginkább félnek, tehát az emberek nagyon félnek el utazni ilyen célpontokra, ilyen messzi tájakra, főleg Afrikától félnek az emberek, mert a tévében, a médiában sajnos mindenhol az áramlik, hogy milyen veszélyes. Egyáltalán nem veszélyes. Persze a háborús országokban nem érdemes menni, és Afrikában is az 51 országban van 10 olyan ország, ahol fennáll a veszély annak az embert, mondjuk lecsukják, talán meg is ölik, ilyen Szomália, Kongó, Szudán, és még sorolhatnám, szóval kb. 10 ország van, de van 44 csodálatos ország, mindközül a legcsodálatosabb Marokkó például. Szóval Marokkóba elég sok magyar jár szerencsére nyaralni, utazni is, üdülni, pihenni, kirándulni, tehát Marokkóban minden van. Tehát gondoljon a kedves néző bármire, ami érdekelhetne a világban, Marokkóban minden van. Tehát nem tudod mondani, mi nincs Marokkóba. Egy kicsit beszéljünk a humanitárius célokról, és ezekkel az utakkal esetleg van-e ilyen elképzelése, vagy csak személyesen ad dolgokat azoknak, akikkel találkozik? Hát nem öncélú az utazásom egyrészt, tehát nem öncélú. Fotográfus vagyok, sokat fotózok és írok, és erről könyvet is írtam az utazásaimról, amit itthon szívesen forgatnak az emberek. A könyv tavaly előtt jelent meg Miskolcon, az a cím, hogy a Bendegúz a kerekesszékes világjáró, és ez egy fotókkal gazdagon illusztrál könyv. Tehát itthon gyakorlatilag egy ilyen missziót végzek, rengeteg előadást tartok egyetemeken, könyvtárakba, iskolákba. Az embereket bátorítom arra, hogy merjenek utazni, merjenek kilépni a komfortzónájukból, merjék megvalósítani a gyermekkori vagy bármilyen kori álmaikat, és hogy merjék eldönteni, hogy végre elinduljanak. Elindulni nehéz. Elindulni olyan, mint az érettségre tanulni, de mindig halogatja, vizsgálatlan, hogy szigorlatra. Nagyon nehéz elkezdeni, amikor elkezdte, amikor belefogott, akkor megy, mindenkinek megy. Amikor kint vagyok, tehát mondjuk Afrikában, Dél-Kelet-Ázsiában, én a személyre szabva segítségben hiszek, tehát nagyon sokat segítek kint az embereknek, szemtől szembe, tehát gyerekeket meghívom, ebédre adok nekik csokit. Pénzt soha nem adok senkinek, mert azzal nem segítek, de szívesen akár házat tervezek, vagy valami építés segítséget is nyújtok, hogyha erre van szükség. Ezen túl pedig hát dolgoztam már alapítványokkal Afrikában többször is, tehát egy hivatalosan is voltam ENSZ misszióval Mauritániában, ahol nő lettem, tehát csak úgy lehettem vissza, hogy a nő vagyok. Nyilván nem voltam nő, de azért úgy fogadtak. És
Tehát ez egy oda-vissza adok-kapok dolog. Rengeteget tanulhatnánk mi is az úgynevezett harmadik világtól. Persze nincs harmadik világ, egy világ van, ugyanaz a világ, ahol élünk. Ráadásul forog körbe-körbe a Föld, 24 óránként megfordul. Tehát botorság azt mondani, hogy van egy harmadik, mert ugye alapvetően senki nem beszél a második világról. Tehát mindenki emlékezett a harmadik világot, de hol a második világ? Tehát nincs. Igazából egy világ van, és az emberek mindenhol egyformák. Az emberek ugyanarra vágynak, békére vágnak, nyugalomra, jobb életre vágynak, jó vagy jobb életre, tanulni vágynak az emberek, és ilyen szempontból Afrika a legszörnyebb kontinens, ilyen szempontból. Tehát képzelj el, mondok egy példát, Guineában, ez egy nyugat-afrikai ország, egy elég szegény ország, a fővárosban, Conakryban az embereknek a 43%-a kevesebb napi $1-ról él ma is, tehát $1-nál kevesebbet keresnek, de általában véve és az afrikai országokban a állás, a munkanélküliségi ráta 90% körüli, és hát olyan kemények a kormányok Afrikában, hogy mindenki el akar jönni. Egyrészt nincs munkája, és egyrészt emberi jogi szempontból ők nem is léteznek. Tehát a saját kormányok elnyomják őket. Sajnos nem tudnak eljönni. Ez egy nagyon komoly kérdés, a migráció. Tehát migráció mindig is volt a világban. Mióta ember van, mindig is migrálunk, jövünk, megyünk. Mi is ugye Ázsiából letelepedtünk Magyarországon, a Kárpát-medencébe 1100 éve, így részünk továbbá, tehát 5 millió magyar a világ többi részén lakik. Szóval a migráció létezik, az biztos, hogy az illegális migráció az veszélyes mindenki számára. Tehát nem olyan értelemben, hogy amit a tévében lehet látni, hanem olyan szempontból, hogy elmondom, ezt a példával illusztrálom, az Afrikából elindulók migránsok közül egy, ha eléri a partot, 9-10-ből 9 meghal például. Tehát az út közben, amíg elindul valahonnan, mondjuk Kongóból vagy délebről elindul északra, meghal út közben. És azok közül is, akik átkelnek az óceánon illegálisan, nagyon sokan belefulladnak, és aztán itt vannak Európában, ugye, mi bezárjuk őket, vagy legalábbis másképp kezeljük őket, de mindenhol nehéz az életük, ez egy nagyon komoly kérdés most, és az is a probléma, hogy Afrikának 1,3 milliárd lakosa van, ami 25 éven belül meg fog kétszereződni. A terület nem változik, a klíma változik folyamatosan, az elsivatagosodást. Én 12 éve járok Afrikába, én láttam azt, hogy sokkal több a homok, tehát sokkal több a... Tehát gyakorlatilag a Szahara, ugye északra már nem terjeszkedett, van a tengerpart, azt már elérte a tengerpart, az oszánpartot, de déli irányba elképesztő gyorsan terjed a Száhel és a Szahara, úgyhogy de olyan területekről beszélünk, azt mondanám, hogy évente 10 magyarországi terület válik sivataggá csak Afrikába, és ez folyamatosan minden egyes évben, ahol emberek éltek, ahol emberek állatokat tartottak, ahol víz volt korábban, nincs semmi. Tehát gyakorlatilag a terepen, ahol végigmegyek rajta, semmi nincs az égvilágon, az erdők kipusztulnak, leégnek, és az ember élet lehetősége megszűnik. És azokon, ezeken a helyeken 100 milliók élnek, tehát mi lesz velük, hova menjenek? Ezek a kérdésekkel sokat foglalkozom, otthon is filozofikusan közelítünk, tehát emberekről beszélünk igazából, tehát tényleg egyformák vagyunk ilyen szempontból, tehát nyilván, és itt van például a rasszizmus kérdése, a fehér ember rasszizmusára, ott van a fekete rasszizmus, attól én is rengeteget szenvedek, tehát egyértelmű, hogy most már, hogy van internet a világon, és a feketék is látják, majdnem mindenhol van okostelefon, nem kell gazdagok lenni ahhoz, hogy legyen okostelefonja az embernek. Az internet Afrikában fityingekért van, tehát meg a telefonolási fityingekért működik, látják az ottani emberek, hogy a világ hogy működik, látják, hogy nem szeretik őket sok helyen, és erre reagálnak, hogy reagálnak, gyűlöletre reagálnak, a butábbak legalábbis. Ha nem tanultak, az ostobák, az iskolában nem járók, és alig van iskola. Tehát mindig az oktatás a kulcsa, itt is, meg ott is persze. Tehát itt is, aki gyakorlatilag életében már beszélt egy külföldivel legalább, vagy egy feketével, és nem úgy közelett hozzá, hogy úristen, Belzebub, vagy fordítva. Tehát engem rengeteget bántanak Afrikában a bőröm színe miatt. Tehát én megtapasztalom azt a rasszizmust, amit nálunk is itt működik. És ez egy szörnyű dolog, amin változtatni kell, és lehet is. Az egyszerű emberek soha nem akarják egymást bántani, gyűlölni. Például Romániában is, ha én erdélyi vagyok, a magyar-román ellentétet nem az egyszerű, az átlagos honpolgár, az átlagos állampolgár generezti, hanem a politikusok, az egyházfők, és még nem tudom kicsoda. Tehát soha nem akar, tehát senki nem akar szomszédját sem megölni, se bántani, még csúnyán se akar beszélni vele. Említett, hogy nem öncélúak ezek az utak, ezt a szabadságérzetet, illetve ezt az emberek közötti kapcsolatteremtést, ez az, amit szeretne esetleg akár a gyerekek, a diákok és a felnőttek felé közvetíteni?
Igen, itthon erről beszélek, tehát itthon most is voltam, vagy 20-30 alkalommal iskolákban, egyetemeken, különböző helyeken, és akkor tehát célzottan attól függően, hogy mire nyitott a közönség, és mindig interaktív módon, tehát beszéltettem őket, kérdezettem őket, provokálom a gyermekeket, a fiatalokat, és hogy olyan spikről beszéljünk, amiről nem szoktak, vagy amit másképp gondolnak, és nagyon mindenkivel szoktát érteni. Mondok erre példát, Miskolcon vannak nagyon kemény iskolák, ahova szabadosan bottal kell járni, mert a gyerekek már olyan erőszakosak. Az én óráimon meg se pisszenek, tehát meg lehet őket találni, meg lehet őket szólítani, le lehet őket kötni, le lehet őket varázsolni, csak meg kell találni megfelelő hangot mindenkivel. Nem utolsó sorban, ha már említettem Miskolcot, Miskolc a haza? Tehát oda szívesen jön, érzi azért, hogy itt az otthona, és ide szeret hazajönni? Nem, nekem már a világ az otthonom, tehát Miskolcon 10 évvel, akkor most éppen elköltözünk a párommal valahová, lehet, hogy Indiába, lehet, hogy Nyugat-Afrikába, lehet, hogy Svédországba. Itthon nincs munkám mostanában, úgyhogy muszáj elmozdulnunk valamerre. De én alapvetően, ahol nem bántalak, minden jól érzem magam, sőt, ott is, ahol bántalak, ott pedig megkeresem az okát, hogy mi lehet az oka, megpróbálom az okot megfejteni és megoldani. Ha nem megy, akkor elengedem, tehát nem lehet mindenkivel szót érteni, de az biztos, hogy utazás közben az ember rengeteget mindent megtanul, leginkább önmagáról. Tehát az embereknek legfőbb problémája az, és magam, tehát magamból kiindulva tanultam meg, hogy nem ismerjük önmagunkat. Fogalmunk sincs, kicsodák vagyunk. Ha az ember elmegy világa egyedül egy hátizsákkal vagy egy autóval, akkor rájön arra, hogy ő kicsoda. Minden nap rájön, és minden nap változik, és minden nap problémákat kell megoldani, amikkel itthon nem szembesül. Tehát elképesztő kreativitást igényel, és fejleszti az emberbe egy ilyen utazás. Minden nap felmerül valami apró vagy nagyobb probléma, amiket muszáj megoldani. Nem utolsó sorban akkor ebből indultunk ki, térjünk akkor egy picit vissza ide a világutazók találkozójához. Ki az, akiknek ajánlja ennek az útnak a megtételét, illetve hogy itt jelentkezzenek, és egyáltalán mennyire gondolják ezt hagyományteremtő értékűnek, ezt az évi kezdeményezést, hogy a jövőben is szeretnék ugyanezt megszervezni? Ezt nagyon ötletnek tartom, a Vadász Zsolt jól kitalálta, javaslom mindenkinek, cégeknek, családi, nagyobb családoknak, úgy értem, kiterjedt nagy családnak, munkaközösségnek, bárkinek, mert ez egy zseniális ötlet, elküldeni egy pár napot eltölteni együtt, 2-3 napot, játékos feladatokat megoldani, közben, mert a Magyarországon is a családok általában, vagy keresztelőkor, vagy házasságkötéskor, sőt gyakrabban temetéskor találkoznak. Én is Erdélyben most már temetésekre járok általában, és mindig megbeszéljük a temetésekkor, hogy legközelebb ne temetésen találkozzunk. Tehát ezek az alkalmak kiváló lehetőségek arra, hogy az emberek találkozzanak egymással, hogy felálljanak a karosszékből, hogy elengedjék, kikapcsolják a számítógépüket, mert manapság sajnos már a kommunikáció áttolódott, a kommunikáció java áttolódott a mobiltelefonra, az internetre, a Facebookra és egyéb csatornákra. De ennek az az egyetlen legnagyobb hátránya, azon, hogy az embernek az agyát elbutítja, hogy a nagyon könnyűvé teszi a bármiféle programnak a lemondását, és tehát egy pillanat alatt, még régen ugye megbeszéltem barátok el, és hogy jövőre találkozunk, valahol be kell tartani, ma előtte egy perce, két perce bárki lemond bármit jó formán, persze komolytalanná válik az illetve ezért, de mégis sokan megteszik és lemondják. Ezek az események viszont arra tényleg jók, hogy találkozunk, jól beszélgetünk, jól szórakoznak, játékos módon megnéznek egy csomó látványosságot, országot járnak, a telepjárókkal kimennek a természetbe, és persze vigyázva a természetesszel, alapvetően is inkább utakon mozgok, tehát ugyanazt látom a mezői útról, mint hogyha lemennék a mezőre, és lemennék a... Tehát az erdei utakról pont azt látom, ezt megfigyeltem, és mindenkit bátorítok arra, hogy vagy arra figyelmeztetek, hogy ne menjenek be az erdőbe terepjáról, fölösleges, mert ugyanazt látják, pontosan azt látják. Én nem tudok járni, nekem jó az autóból, de aki tud járni, ugye pocsiját leparkolhatja bárhol, és utána mehet gyalog. De a terepjárók nem arra valók, hogy a természetet szétvágjuk. Köszönjük szépen, hogy mindezt megosztotta velünk, és egy picit bepillantást kaphattunk az életébe, és nagyon sok sikert kívánunk önnek, bárhova is jut el a világban, illetve további nagyon-nagyon sok kezdeményezést és utat. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, és szép napot kívánok!